ez, hogy 9 legyen. Nem kell adni semmit. Vége a megszokottnál hosszabb téli szünetnek, hétfőn ismét zsibongással teltek meg az oktatási intézmények folyosói. A gyerekek bár örültek a hosszabb vakációnak, örömmel vették a találkozást. A pedagógusok azt mondják, a gyerekek ilyenkor hamar visszalázódnak a munkába. Megszokott érzés az, hogy ide iskolába járom, csak így elszoktam tőle, hogy most sokáig itt voltam szüneten, és még hosszabb is volt, mint eddig szokott lenni. Igazából megmondom őszintén, én nagyon fáradt vagyok. De hát muszáj lesz, biztos visszaszokok hozzá. Nyáron is így volt, hogy visszatudtam rendülni a mindennapokba. Jó volt visszajönni azért a suliba. Jó volt nagyon a téli szünet, meg pihentem, meg ugye sok mindent csináltunk barátokkal is, de hát azért visszajönni hát a továbbtanulás miatt is, meg amúgy is az iskola miatt, mert itt is vannak barátok is. A végzősök számára izgalmas fél év kezdődik, hiszen most dől el, hol folytathatják tanulmányaikat. A szekszárdi garai iskolában nem tétlenkedtek a szünet alatt, a tervezett karbantartási munkálatok kezdődtek el az intézményben. A tankerületi központ jóvoltából az alsó tagozatos szinten, a második emeleten a vizes blokk teljes egészében megújul, és igyekezett a kivitelező a nagyobb munkákat, a hangos munkákat megoldani, úgyhogy még egy-két hét kitartás, és aztán pedig teljesen új vizes blokkok várják majd a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Pekari Bernadett intézményvezető azt mondja, nagy figyelmet fordítanak a fűtési szezon ideje alatt az energiaköltség hatékonyságra, így csak a szünet befejezése előtt pár nappal kapcsolták vissza a fűtést, de a szezon megkezdése óta rendszeresen ellenőrzik a hőmérsékletet az iskolában. Az intézményvezető azt mondja, olyan hőmérsékletet tartanak, mely komfortos létet biztosít a gyerekeknek.